Aki hivatásának tekinti a kézzel készített játékok létrehozását, mikor az egyedi darabok alkotása során a mester szívét, lelkét beleadja, annak a legnagyobb fizetség a sok-sok ragyogó gyermekszem. A kicsik öröme arra ösztönzi a szabadkai Horváth Józsefet, hogy újabb és újabb játékokat találjon ki, amelyek az ünnepekre mosolyt varázsolnak majd a kicsik arcára. Horváth József a családi ház udvarán található műhelyébe igyekszik. Ilyenkor az ünnepek előtt mindig sok a munkája, játékokat készít karácsonyra. Minden egyes játékkal egy kisgyermeknek boldogságot okozok. Azt örülnek, egy örömet. Nekem az érték benne. A felesége a legnagyobb segítség a játékok összerakásában és festésében. József kis rókát vág puzzle formában egy bükkfadarabból. Nem egyszerű folyamat. Az a fontos, hogy nagyon élesnek kell, hogy legyen a fűrész, tehát pontosan a nyomvonalat kell követni, mert hogyha nem követi a nyomvonalat, akkor a rókának leesik a feje. Tehát nem marad rajta. És akkor így lejön. Horváth József műhelyében egészen összetett játékok is készülnek, például egy markoló, amelynek minden része mozgatható pont úgy, mint a valódi. A repülőformájú hintaszíknek pedig a propellerjei forognak is. A szabadkai mesternek volt kitől megtanulni a fa megmunkálás legapróbb fortéjait is, hiszen az édesapja ácsmester, a nagyapja épületasztalos volt, a nagybátyja pedig bútorokat készített. A műhelyében a legrégibb gép egy aló, amit még a nagyapa vásárolt 1948-ban. Az akkori helyzetben 2 évig nem merték elővenni, nehogy be kelljen szolgáltatni. Minden második héten a gyerekek fogták szalonnából és zsírozták az ágy alatt a gépet. Na, majd utána elkezdtek vele dolgozni, ez Szabadkán a háború után az első gyalúgép volt. Az esztergapad már az unoka műve, bár a többi férfi családtaggal ellentétben József nem a fa megmunkálást, hanem a rendőri hivatást választotta, a fa iránti vonzalma mai napig megmaradt. Horváth József 2 játéka is, egy traktor és egy lovaskocsi is mesterminősítést kapott a Budapesti Hagyományok Háza zsűriétől. Majdnem leköveti, tehát ugyanolyan, mint a régi Spediter kocsiknak a gyerekek, amikor játszanak vele, akkor ez rendesen fordul úgy, mint ahogy a kocsi csinálja. És akkor tolatni is lehet vele, ugyanúgy, ahogy, mint a kocsi színbe betúrják. A traktor is teljesen élethű másolat egy rácsatolható pótkocsival, ha üres, össze is lehet csukni. Bár megpróbálták rábeszélni, hogy kezdje el a sorozatgyártásukat, József mégis az egyedi kézműves termékek mellett maradt. Nem az elsődleges cél a kereset. Az engem nem motivált annyira. Az elsődleges cél nekem az, amikor odaadom a gyereknek a kezébe játékot, és megcsillan a szeme. És azt mondja, hogy ez játék. Na ez a kereset. Az első fajátékot 9 évvel ezelőtt első unokájának születésekkor készítette karácsonyra, egy szétszerelhető kis vonatot. Mivel ismerősei közül soknak megtetszett, gyártani kezdte a játékokat. Az első kirakodó vásáron minden darab elkelt, főként azokat keresték, amelyek a motorikus mozgást és a kézügyességet fejlesztik a gyerekeknél. József pedig az a mester, aki meg is javítja a játékait, ha valamilyen bajuk esik. Garancia addig tart, ameddig én élek. Tehát ami tönkre megy, visszahozzák, én azt megjavítom. Ezt a törődést, aprólékos munkát valójában nem lehet megfizetni. Szeressük és csináljuk. Tehát ez az egy értelme van neki, meg az, hogy hát az ember láss azt az örömet a gyerekek arcán, amikor azt odajönnek, megnézik, és akkor van, amikor ilyen félve közlik a szülők, hogy hú, hát én nekem az nagyon tetszik. Olyan sok ilyen helyzet van, ami úgy megérinti az embereket, meg azok, és mi ezt élvezzük a feleségem ma. Ott elmegyünk, elidegélünk, és akkor jönnek a gyerekek, vannak, hát van egy kislány, az már, tudom én,
amióta kint vagyunk egy 6-8 éven keresztül, minden évben, szia, jöttem, játszok egy kicsit, játszik ott, igen, a játékokkal. Hát de most már nagy, ovis. Átrendezi a kirakatot. Igen. Meg azt mondja, ez így most szebb volna, jó, szia, akkor majd jövök. Ezek azok a pillanatok, amelyekért, ha befektetett munkájuk értékét pénzben nem is kapják meg, de érzelmileg mindenképp kárpótolja őket.